Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Sorsunk Alakítói című műsorában. Mai napi vendégünk, engedjék bemutassam, Marjai László. Szeretettel üdvözlöm a stúdiónkba. Marjai Lászlónak egy hosszú és izgalmas élettörténete van egész a mai napig, ahogy itt nekem elmesélte. Ugye ő az eredeti szakmája az vasesztergályosról, ezzel kezdte a szakmai így életét. Van. És aztán amikor még voltak gyárak, bocsánat, amikor még voltak gyárak. Amikor még voltak, hát igen, most már Magyarországon mindent leszereltek. És azt követően ugye 98-ig hivatásos rendőr volt. Így van. Ugye mondtam ott, hogy az egyetlen rendőr, akivel Magyarországon jó viszonyban vagy. De rögtön javítottam is, hogy 14 év. Tehát akkor, amikor láttam, hogy nem jó úton haladnak a dolgok, nem jó fele haladunk, illetve a testület, akkor leszereltem. Akkor leszereltem. Igen, 98. Hát én 2006 óta nagyon nem tudok jó szemmel nézni a rendőrökre, valahogy ott nagyon annyira... Hát nekem már előtte sem tetszett. Hmm. Előtte sem tetszett. És 98 óta aztán átmentél a vagyonvédelembe, alapítottál egy céget. Így van. Azóta gyúrod magad, azóta vannak ilyen vasizmaid. Igen, úgy gondolom, hogy éptestben éplélek, és éplélekben éptest oda-vissza. Ez így van. És akkor eljövünk az életednek, hát reméljük, hogy nem az utolsó szakaszához, mert az ahhoz még nagyon fiatal, vagy nagyon lényeges szakaszához. Kibontakozott a lelkedbe, és az elég széles szárnyakra lelt a hazaszeretetnek az érzése. Így van. Ami nálad azért több megnyilvánulási formát is kialakított. Többek között a versszerzét is, mert öntöd magad, igen. Ontod ki magad valami hazaszereti verseket. Jönnek, és egész egyszerűen csak le kell, hogy írjam, amiket érzek, és amik úgy megfogalmazódnak bennem. Lehet, hogy nem rögtön tudom leírni, hanem akkor egy-két nap múlva még visszamegyek, és akkor kiformálódik, mint egy mozaik, mint egy képet alkot. És... Kedves Lacikám, van olyan terület az életből, amiből ne kérdezzelek? Ami azt mondja, hogy ezzel inkább ne beszéljünk, vagy... Most úgy gondolom, hogy nincs, bármiről kérdezhet. Aztán majd mondom, hogy most erről le. Akkor beszéljünk erről a te rendőrségi korszakodról. Mikor kezdted érezni, gondolom rendőrnek is az ember azért megy, én szerintem legalábbis, hogy a hazában szeretné a rendet, benne van a nevében, a rendet és a nyugalmat, az embereknek a biztonságét szeretné szolgálni, nem? Végülis ez is valahogy egy hazaszolgálat. Igen. Nem arról kéne, hogy vegzáljuk az embereket, meg itt-ott büntetjük minden azért, mert 5 km-re gyorsabban a sebességem. Nem erről szól a rendőrség, igazi rendőrség, ugye? Igen, nem erről szól, most is kaptam egy 30.000 forintos bírságot, igazándiból nem erről kellene. Igen, tehát kell a közötakon is kell a biztonság. De persze, úgy tűnik, mintha most az egész erre lenne koncentrálódva. Igen. Tehát a pénzszerzésnek, vagy az adóztatásnak, mintha egyformája lenne a büntetés. Miközben járom a vidéket, mert magánnyomozással is foglalkozunk közben. Látom, hogy vidéken milyen sanyarú sorsa van az embereknek, és hogy egész egyszerűen terrorban élnek. Hát erről én is tudnék mesélni. Mikor és hogy alakult ki benned az a... Vagy mire kezdtél te fölfigyelni a rendőrségen belül, amikor te azt érezted, hogy ezt már a terem tud elviselni? Jöttek olyan szabályozások és olyan rendeletek, amikkel nem értettem egyet, illetve tehát amikkel igazából nem értettem egyet, és az életszínvonal, tehát maga az életszínvonal is süllyedt, tehát egyre kevesebb fizetésért követeltek meg olyan dolgokat, amiket úgy gondolom, hogy nem helyén valóak voltak, vagy tehát ugye én már akkor átláttam ezeket a dolgokat, hogy miről is beszélünk, tehát kik valójában az igazi bűnözők, abban igazándiból nem szeretnék belebonyolódni konkrétumokba, hogy mi az, amiket láttam, de én láttam, tehát átláttam a korrupciót, és átláttam az egyéb ilyen dolgokat, nem azt mondtam itt a vége, fuss el véle, átmegyek a magánpraxisba, ugye vagyonvédelmi céget alapítottam, és úgy gondoltam, hogy majd ott fogom megkeresni a kenyeremet, és az életemnek azt a részét úgy, ahogy van, le akarom zárni. Hát persze világos, azért beszélgetünk róla. Te mint volt rendőr, látva mondjuk 2006-ban, hogy hogy lövi egy magyar rendőr a magyar embernek ki a szemét. Te akkor mit éreztél? Csalódottságot. Csalódottságot mégpedig azért, hogy nem tudom, hogy az embereket hogy lehet ennyire elvakítani. Az embereknek a tudata el van véve. Tehát, hogyha
azt mondják a televízióban, ugye, hogyha nézzük ezeket a, akár a bármilyen valóságsót, aminek az a feladata, hogy az embernek a, buta, a tudata tompuljon, mert az agy is olyan, mint a test, ha nem mozgatjuk, tompul. Tehát hogy lehet embereket elbutítani annyira, hogy elhiszik azt, hogy a tüntető emberek, kimegy 10 000 ember, 20 000 ember, hogy az csőcselék, hogy az huligán, és akkor neki kell menni, és agyon kell őket verni. Hát nem testvérek vagyunk. Tehát nem tudunk egy kicsit odafigyelni arra, hogy a másnak viszik a házát, elverezik a házát, hogy megszűntek a munkahelyet, hogy nincs mit enni, hogy problémák vannak, az, hogy a szemünkbe hazudtak, ezt ígérték, és nem ez van, hanem pont a fordítottja van. Tehát hogy lehet az emberek tudatát ennyire elvenni? Tehát csalódottságot éreztem abban, hogy igenis a rendőröknek parancsra kell, hogy dolgozzanak, parancsot hajtanak végre. Ja, tehát én ezért is hagytam ott, mert láttam, hogy nem jó irányba megy a dolog. Tehát parancsot hajtanak végre, de aki ezt élvezettel csinálja, azt nem tudom, az nem odavaló. És azon is, arra is kérdőjelet kell utána tenni, hogy egyáltalán embere. Tehát aki élvezettel tördeli... Te ismered a saját lelkedet. Igen. Ha neked valaki azt mondja a parancsolati rendszerben, hogy ott van szemben 10 000 magyar gyerek, lőjél közéjük, akkor te ezt... Ha azt mondják, hogy igen, nem lövök közéjük, vagy azt mondom, hogy akkor levegőbe lőttem. Parancsot végrehajtottam, levegőbe lőttem, kész. De nem célzottan lövök. Egyébként sem lőhetek volna célzottan. De célzottan lőttek. Célzottan, igen. Tehát ezért mondtam azt, hogy a rendőrök is meg voltak tévesztve, én szerintem, illetve ők sem igazán látják a valóságot, mert akik az utcára vonulnak emberek, azok... Hát ők, azok... őkért is... harcoltak volna ezeket. Igen, őkért is harcoltak volna, de azért azt se felejtsük el, hogy azok az emberek, akik kukákat borogattak, akik elkezdték ezt az egészet. Azok mindig az az extrém része. Bocsánat, ezek közül, aki elkezdi, az mind az első emberek, azok ügynökök. Tehát akik elkezdik. Azok sose lesznek meg. Aztán utána lesz egy-két olyan ember, aki folytatja, na, azokat elő fogják szedni. Azokat elő fogják szedni. Ebben mennek mindig a rendőrségről a provokatorok, hogy igen. És abban sem vagyok egyébként teljesen biztos, hogy csak a rendőrség volt akkor ott. Hát állítólag vannak ott olyanok, akik oroszul beszéltek egymással, és nem is értették a magukat. Hát biztonsági szolgálatokra is gondolok. Igen. Amiknek nem mondanám a nevét. Igen. Hát ez mindenki tudja, kiről beszélsz. Szerintem igen. Hát akik nincsenek még elbutítva annyira. Így van, zárjuk le ezt a nem egészen. Igen, nem kellemes, tehát egy kicsit be is szorultam, egy kicsit be is feszültem ezektől a témáktól, befeszülök egy kicsit. Elhiszem. Nem kellemes témák ezek, nem kellemes témakörök. Nem minden esetre most kitárult a lelked a nemzet felé, és ezt gondolom emberek is megváltoztatott téged, nem? Nem hiszem azt, hogy te sose azelőtt nem lettél volna a nemzet, nem, az nem alakul ki egy pillanatra a másikra. Annak valahogy ott vannak a lélekben a lenyomatai. Hatalmas igazságérzetem van, így születtem, és nekem fájnak olyan dolgok, ami más nem vesz tudomásul, vagy cinikus vele szembe. Most én ezekre a dolgokra fogékony vagyok, és nekem fájnak ezek a dolgok. Hogy teszik tönkre a szegény embereket? Hogy tették tönkre a gazdákat? Illetve beleláttam azért is, mert egy-két ügy folytán, ugye falakba ütköztünk, ugye magányozás folytán, falakba ütköztünk, tehát én láttam, hogy tették szándékosan tönkre a gazdákat. Láttam, hogy tették szándékosan tönkre a vállalkozókat. Ugye már 90-es évek közepén mindenkit belehajtottak szándékosan az egyéni vállalkozóiba, hogy vállalkozó legyen. Ugye ezt úgy tették kedvezővé, a csali volt, hogy először nagyon-nagyon megemelték az élet színvonalat, minden vállalkozó jól élt, legyen mindenki vállalkozó. Aztán, amikor már majdnem mindenki vállalkozó lett, szinte mindenki, tehát föl se vettek senkit alkalmazottként, mindenki egyéni vállalkozó legyen, akkor hop-hop, megemelték a járulékokat. De olyan szinten, hogy most ezeknek az embereknek már elvitték a gépkocsiját, elvitték a házát, azóta is tartozásai vannak, amit azóta is nyögnek, többszörösen vissza. Igen. Tehát ezek a dolgok, ami szándékosan tették tönkre az életünket. Én ebben biztos vagyok. Nem, hogy biztos, tudom, hogy így történt. Ez a másik fele a hitel, ezek a frankos hitel, spekulációk. Tehát ez a másik fele. Ugye kedvezővé tették a hitelfelvételt, szinte majdnem mindenki ezt hozzávágták. Aztán, amikor már mindenki hitelfüggő lett, a kop. Ugye játszadoztak a... Igen, játszadoztak. És akkor most gyakorlatilag lehet mindenkinek, mindenkit lehet tönkretenni. Hát ez sok mindenből is szomorú történet, mert
életerős emberek, akik tudnának dolgozni, azok kerülnek utcára. De akarnak is dolgozni. Akarnak is dolgozni, de hogyha elviszik a feje felől a házat, tehát akkor gyakorlatilag miről beszélgetünk? Tehát semmi létbiztonság nincs, de ugye ez most még majdnem hogy közhelynek is tartozom, hogy nincs létbiztonság, mert ez még nincs létbiztonság. Hanem a legnagyobb probléma az, hogy életerős embereket nyomorítunk meg, miközben buzikempereknek gyakorlatilag egy gyógyszerfüggő fajt szeretnének létrehozni. Szólj rám, hogyha hülyeséget, te nem értesz vele együtt. Tehát egy olyan fajt szeretnének létrehozni, amelyiknek nincs nemzeti identitása, tehát ezért kell ez a sok betelepülő, hogy elveszítsük a nemzeti identitásunkat, illetve hitel gyógyszerfüggő, tudata le legyen tompulva, tehát egy olyan fajnak, talán nem is emberi faj, egy olyan faj, egy állatfajnak a létrehozása, amelyik föl sem fogja azt, hogy rabszolgaként működik, de rabszolga. És mivel, hogy nem fogja föl, hogy rabszolga, nem fog lázadni. Tehát erre valók a médiák, erre való a média, erre való a tompítás, a butítás, a gyógyszerfüggőség GTT. Az, hogy Magyarországon most már évtizedek óta, mondjuk a kommunista rendszer most ne vegyük figyelembe, de ugye úgynevezett rendszerváltozás után a magyar nemzetben, vagy a magyar nemzet területén dolgozó nagy nemzetközi cégekben foglalkoztatott magyar emberek ugyanazért a munkáért, ugyanannyi izzadságért a fizetésük egyötöde a 1000 kilométerrel nyugatabbra levő ugyanannak a cégnek a munkásaival. Hát mi ez, ha nem rabszolgatartás? Én úgy hívom, hogy gyarmatosítás, tehát le vagyunk gyarmatosítva. És látod, ezek az emberek nem ágálnak, hogy igazán. Mert lehet látni, időnként egyik demonstrál, időnként másik demonstrál, igen. De egyiknek se jut eszébe, hogy Szent Isten mindenünkkel ugyanazt csinálják. Igen, össze igen, kéne igen. Fogni és eltakarítani igen. A szemetet. Akinek van munkája, akinek egyelőre még van munkája, és akinek egyelőre van még háza, az ne felejts el, és most mondom, hogy ne felejtsék el. Ők a következők ők lesznek. Nem. Amikor már kiöregszik, nem kell 60 évet elérni. Tehát amikor már nem 20 éves, vagy 25 éves, vagy 30 éves, jön az új generáció, akit meg tudunk szédíteni még, a csillogással, a villogással, ők meg már mehetnek. Tehát ők már nem kellenek. Tehát ők már nem munkaképesek, vagy mit tudom én. Tehát ők mehet, tehát nincs rájuk szükség. Mehetnek a híd alá, mehetnek hajléktalannak, és egy hajléktalannak az átlag életkor, nem tudom, hogy hol hattam, mint pont beszélgetünk. 8 hónap, vagy valami ilyesmi. Talán 8 hónap. Igen. Tehát azért mondom, hogy ne legyünk cinikusak. A másikkal szemben, aki elvesztette a házát, mert nem kell ahhoz alkoholistának lenni, meg felelőtlen életmódot folytatni, hogy valaki az utcára kerüljön. Elég ahhoz annyi, hogy nem értek egyet a jelenlegi kormánypolitikával. Nem kaptam munkát, és akkor már vége. Igen. Ennyi. Hát igen, ez ennek folytán értem azokat a kérdéseket, amit most egyik munkatársunktól föltettek, amikor ugye az én személyem miatt volt egy kihallgatáson, és ugye nagyon kíváncsiak voltak, hogy mennyi nekem még az anyagi forrásom, meddig bírhatom itt a munkát, úgyhogy ne kelljen valahol beállnom sorba a munkáért könyörögni. Ez neki nagyon fontos kérdésük volt velem kapcsolatban. Bocsánatot kérek, most azon mosolyogtam el, hogy internetkeresőben vissza lehet nézni, hogy keresnek rá a honlapomra. És találtam egy olyat, hogy kipénzelő Marjai Lacit. Ugye? Valaki úgy keresett rá, hogy kipénzelő Marjai Lacit. Tehát ezen csak nevetni igen. Tudok. Tehát az ebben az elképesztő, hogy emberek el sem tudják azt képzelni, hogy ezt hazaszeretetből is lehet csinálni. Tehát engem nem fizet senki. Én a cégből, amit tehát a saját keresetemet... Csak ebből lehet csinálni. Igen, csak hazaszeretetből. Tehát azt a pénzt, amit én nagy nehezen összeszedegetek ugye erre a dologra, én abból fönntartom a honlapot, én abból szórólapozok, én abból keresem a kapcsolatokat, és ezek az emberek el se tudják hinni, csak a pénzben gondolkoznak. Én sajnálom őket. Tehát ezeknek nincs meg az az örömérzése, ami nekem megvan. Persze nem mindig van örömérzésem, mert azért kapok én is, mit tudom én, tehát nem feltétlen vagyok mindenkinek a jó barátja. De nekem, engem, amikor teszek valami jót a hazámért, illetve a annál a melegítőbb érzés, alig van a világon, ez, és sokan ezt föl sem fogják még, de én úgy gondolom, hogy eljön az ideje, amikor meg fog majd az embereknek világosodni az agya, és szerintem az egyszerre fog megtörténni. Tehát ilyen robbanásszerűen, én ezt így gondolom. Uh-huh. Én ezt így gondolom. Hát ma nagyon itt lenne az ideje. Hát azért vagyunk itt. Azért beszélgetünk. Hát igen.
próbáljuk a többieknek is nyitogatni a szemét, azért többé-kevésbé. Én azt mondom, hogy ha nekem sikerül egy embernek fölnyitni a szemét, annak, az meg még egy valakinek fölnyitja a szemét, az meg még egy valakinek fölnyitja a szemét. Nem tudom, hogy itt neveket említhetek-e, hogy kik az, akik leginkább elindítottak engem ezen az úton. Itt nincs tabu téma. Nekem nagyon-nagyon szimpatikus a Vona Gábor, szimpatikus a dr. Bíró András Zsolt, aki a Honnépeket, tehát amikor őket olvasgatom, akkor egész egyszerűen vagy csak foglalkozom. De vannak még, tehát nagyon sokan vannak, akiket, ugye most mondhatnám azt is, hogy például a Betyás Ereggel is szimpatizálok, mert ugye nekem tetszik az, amit tesznek, mert a magyarságért teszik. Igen. Sajnos tudok, hogy léteznek, de nem tudok róluk sokat. Szóval annyira nem mélyedtem bele, biztos van honlapjuk, biztos lehet róluk valamit megtudni. Igen. Ezért nem a reklámhelye volt, csak egész egyszer. Máshogy nem tudom őket. Ha ők is a hazáért tesznek, akkor nyugodtan reklámozzuk őket. Hát gondolom, hogy őket is üldözik ugye. Teljes gőzzel üldözik őket. Igen. Tehát vannak olyan emberek, akik engem elindítottak ezen az úton, és hogyha egy valakit én is elindítok, akit ezt a hazáért, akkor már tettem valamit, nem csak a hazáért. Az egész emberiségért. Igen. Az egész emberiségért, mert gyakorlatilag most az emberi faj fennmaradásért, homo sapiens, értelmes ember fennmaradásáért kell küzdeni, és ez nem csak a mi feladatunk. Tehát, és azt mondják, lehet, hogy most ezen valakik röhögnek, nevetnek. Röhögjék egy nagyot, aztán lehet, hogy őkre fognak legyen. Ők még nem látják, hogy mi folyik, tehát azt mondják, hogy ez az ember. Igen. De én nem látom rosszul, én jól látom. Olyan, tehát az, ahova most terelik a világot, Ez pont az, amit én látok. És én úgy gondolom, hogy ezt jól látom. És nem én vagyok egyedül, aki ezt így látja. Gondold el, hogy világszerte építik a koncentrációs táborokat. Ugye nem is olyan régen mutattak, hogy az Egyesült Államokban hány koncentrációs tábor épült, uh-huh. Hány millió ember számára. Igen. Most aki ilyen embereket, mint mondjuk mi, akik egy igazságosabb, szeretetteljesebb világért próbálnak sikra szállni, üldöznek, ki akarnak likvidálni, és azok ezután vágyanak, hogy egy olyan világ legyen mindenhol, akkor tele van mindenhol koncentrációs táborban. Azt hiszik ezek a szerencsétlenek, hogy ő rájuk nem fog soha kerülni. Nem tudják. Én azért járom folyamatosan a várost, az országot, és ahol lehet, csak szorolapozok, próbálok az emberekkel beszélgetni, tenni olyan sötétségbe botlok, hogyha, és próbálom néha úgy megfogalmazni az írásaimat, hogy az legyen egy kicsit bántó, tehát egy kicsit legyen bántó, és hogy azért figyeljenek már oda, mert ugye, mert arra lehet, tehát szeretném egy kicsit a port fölkavarni, mert azzal hát, ha a pornak a fölkavarása után, hát ha tisztulna egy kicsit a helyzet, és hogy hopp, lehet, hogy ez a hülye igazat mondott. Igen. Ugye, hát... Azért most már tudod... Azért sok ember nyilatozik a szemük, mert azért olyan masszívak az igazságtalanságok, hogy alig van olyan, aki ebben ne botoljon. Vagy itt vagy ott, belebotlasz. Igen. Akkor, ja, tényleg, hát ez velem is megfordul, akkor csak vannak igazából azokban, amit mondanak. Múltkor fölhívott az egyik kedves ismerős, a barátom, aki segít nekem így a dolgokban, szoktunk beszélgetni. Azt mondja, hogy fölhívta az édesapja, hogy mondta neki, hogy ne barátkozz a Marjai Lacival, nem kapsz munkát majd, meg fognak verni. És mondom, ugyan kik fognak megverni? Na, itt nem folytassuk tovább. Mondom, nem, tehát nem. Egyébként, hogyha persze világos, lehet félni, lehet óvatosnak lenni, lehet minden, de nem érdekel. Én kitűztem magam elé egy célt, és ugye leéltem 44 évet, voltak benne nagyon-nagyon szép évek, hogyha, mit tudom én, nem fog ez megtörténni, tehát olyan dolgokat nem csinálok. Leírom az, ami történik a világban, de ha esetleg mégis történne velem valami, akkor amit le van írva. Tehát az eszmét, ami elindult, amit nem én indítottam el, hanem elindítottak azok az emberek, akiket mondtam, ezt az eszmét, ami elindult, ezt az eszmét nem lehet megölni. Ezt az eszmét nem lehet, csak saját maguknak ártanak vele. Tehát maguk ellen fordítják, tehát hogyha azt látják az emberek, hogy ezek egyre inkább erőszakosabbak, akkor tehát ellenállás is nő, tisztul az embereknek majd az agya. Úgyhogy, és az, hogy ez a magyarkodás, hát mit kellene tennem? Magyarországon magyarkodni, tehát a nemzeti érzelem, egyenlőséget jelet tennék a fajfenntartás ösztönével. Tehát akinek nemzeti érzelme van,
abban benne él még a fajfenntartás ösztönet. Na hát ezt próbálják belőlünk kiérteni. Én ezt a magyarkodás szót én végül is kicsit ordinári módon... Nagyon csúnya. Szoktam azonnal leütni, mondom, ezt a fajta tevékenység csak egy nép tudja csinálni. A magyar magyarkodni, hát mindig magyarkodunk, mert magyarok vagyunk. Így van. De azt a ironikus jelleget, amit bele próbálnak építeni, csak a franciáknál érthető tett, mert ők franciáznak, szóval nézd, ez hülyeség az egész lehetett. Igen. Próbálták ebbe a magyarkodásba bele tusmákolni azt az érzést, hogy aki magyarkodik, az nem jó ember. Tehát ezt próbálják elhitetni. Aki magyarkodik, az buta, az hülye, az alkoholista, az törnizúznak, az focimuligán. Ez a finomabb része, aztán jött, hogy fasiszta, antiszemita, meg mit tudom, minden izmus felsorolnak, csak azért, mert valaki szereti hazáját. Igen, erre szoktam én azt mondani, hogy rasszista, fasiszta, masinista. Hát most mit tudunk még hozzátenni? De ez is, tehát mondhatnánk bármit, amit... Szóval... Szinte divat lett. Ugye a 80-as években jártam vidéken, és életemnek nagy részét ott töltöttem el. Akkoriban a cigányság dolgozott, és cigánysággal nem volt úgy különös. Voltak persze, akkor is voltak, ugye, tehát annyira nem illeszkedtek be, de dolgoztak. És az iskolában mi a cigány gyerekekkel, mi még, akik, mit tudom én, oda jártak, azokkal simán lehetett focizni, lehetett velük beszélgetni, nem akartak megölni, nem akartak. Az elmúlt 20 évnek a neoliberális eszméje az bátorította a cigányságot a magyarság ellen. Nem csak hogy bátorítja, én szerintem egy cégzatos politikum volt emögött. Igen, tehát gyakorlatilag az a lényege, hogy az oszd meg és uralkodj elve, a többségen úgy lehet majd uralkodni, hogyha a kisebbséget vele szembefordítjuk, akkor nekünk kevesebb dolgunk lesz. De ne felejts el a cigányság az sem, hogy ők csak egy eszközök. Csak eszközök arra, hogy egy más hatalom ellenünk felhasználja őket. Aztán, hogyha nem kellenek, mehetnek ők is a levesbe. Hát igen. Ez tehát egyetlen. Csak eszközök. Eszközök a tótok. Én egyszer beszéltem. Eszközök a tótok, illetve az összes környező nép, akik ellenünk uszítottak. Tehát ők nehogy azt higgyék, tehát ne higgyék azt a románok, ne higgyék azt a tótok, hogy ők nem fognak ugyanabba a cipőbe járni, mint mi, dehogy nem. Ugyanúgy ki fogják őket semmizni, ugyanúgy be fogják őket húzni a hitelekkel, ugyanúgy... De zajlik ma ott is. Csak még nem veszik észre. Csináltak egy átmeneti fellendülést ugye a Szlovákiában, amit ugye a háttérhatalom befinanszírozott, betömte a pénzt, hogy legyen egy úgynevezett jóléti állam. Aztán keresett egy-két olyan szemét, aki alkalmas lesz arra, hogy a tótokat felizítsa az őslakosok a magyarság ellen. Ugye erre van egy-két személy, aki ezt sikeresen végrehajtja, és az egész felvidéken gyakorlatilag úgy gondolják, hogy a magyarság az ős ellenség, holott ez nem igaz. Az, aki őket felszította ellenünk, az az ellenség. Mert ők is, a tótok is csak eszközök. Aztán, hogyha nem kellenek, mennek a levesbe azok is, ugyanúgy, mint ahogy a románok, ugyanúgy, mint ahogy a cigányok, ugyanúgy, mint ahogy a szerbek. És ha ezt nem látják át, akkor nekik is végük van. Tehát mindenkinek vége van, ha nem tudunk egységet teremteni. Én most nem azt mondom, hogy nekem barátaim lesznek majd, mit tudom én még. Persze nem akarok velük ellenségesen élni, ami nekünk jár, az jár. Ami a miénk, az a miénk. De ha ezt nem látják át, és ellenségesen viselkednek, akkor ennek ugyanúgy ők is szenvedő alanyai, és ne felejtsék el, hogy eszközök csak. Bábuk. Ezt én is pont így látom. De végül is az a igazság, hogy az emberek, ezekkel az emberekkel leülsz beszélgetni, persze tudni kell ahhoz az ő nyelvüket. Igen. Akkor nagyon gyorsan közös nevezőt találsz velük. Igen. Mert hogyha erről beszélek, akkor rádöbbenek, hogy tényleg. Igen. Igazad van. Igen. Hát én mondom neked egy példát. 6-7 évvel ezelőtt itt volt nálam egy szlovák titkosszolgálati tiszt nálam. Meghívta magamhoz, itt volt nálam vendégként, itt is aludt. És lehet, hogy ott ezért most kivégzik. Bocsánat, ez vicc volt. Nem mondtuk neveket, persze. Semmi se kizárt. Több órán keresztül beszélgettünk, és én ismerem a szlovák történelmi oktatást.
És csak mondom neki, ide figyelj, nem akarom mondani neked ezt nevét sem. Te szerinted, hogyha van egy nép, mondjuk egy 10 milliós nép, és van mellett egy másfél milliós kisebbség, és ez a 10 milliós nép 1000 év alatt egy másfél milliós népet ki akar írtani, te szerinted megvan a lehetősége, vagy nincs? És hogyha ez a másfél milliós nép túlélte az 1000 évet, sőt, még ettől a 10 milliós néptől iskolákat kapott, óvodákat kapott, püspökeik voltak, akkor te szerinted igaz az a dolog, hogy ez a nép a másiknak a kiirtásán dolgozott? Nem. És nem ezt tanítjátok az iskolátokban? De. Akkor igazatok van? Nem. Mindenesetre a beszélgetésnek a 5-6 órás beszélgetés, pedig az egy olyan konstrukció gyerek volt, mint te, tudod, ilyen mindenhol pattogtak az imák. Na mindenesetre ez az ember úgy meglágyult a lelke, hogy átölelt, és sírt, amikor tőlem távozott. Azt mondja, hogy örül, azt mondja, hogy is mondta valahogy úgy, hogy hálát ad az Istennek, hogy megismerhetett, és hogy engedje meg, hogy barátjának érezhessen. Ja, de jó. Hát erre van szükség, ezekre van szükség. Tehát nem a széthúzásra, hanem igenis, nekünk együtt kell éljünk. Nekünk együtt kell éljünk. Na, úgy érzem, hogy ott az ad, mondjuk, hogy a szlovákkal beszélgetek, akkor nincs, abszolút, hogy a szlovákkal beszélgetek vele. Az égvilágon semmi probléma nincs. Semmi. És ezért tartom azt, hogy a Hun Televíziónak legyen a szlovák adása. Mert a Hun Televízió a szlovákok irányába szeretetet fog sugározni. Nagyon jó, nagyon jó. Ez a megoldás. Én ezt ugyanígy látom. Csak ez lehet a megoldás. Csak ez lehet a megoldás. Kössenek majd bele. Úgy gondolkodok, alig, alig várom, hogy már sikerül elindítani. Már voltak kezdeményezők, mert Magyarországon élnek Tóth atyafik. Hát vannak polgármesterek is itt a Pilisben, akik vallják a szlovákságukat, és közben felesküznek a Szent Koronára, és hát is imádják ezt a hazát is. Nyilván a közös hazát is, meg azt szerezték Szlovákiát, meg ugye nem akarják megtagadni a saját identitását. De miért is tagadnak meg? Hát senki se követeli tőlük. Érted? De hogyha leülsz velük beszélni, hát annyira teljesen ugyanolyan problematikákkal küzdködnek ők is, igen, semmi különbség. Igen. Nem is olyan rég jártam felvidéken, és nyomozni kellett, valakit kerestem, és hogy beszélgettem emberekkel, ugyanaz, ami náluk 10 évvel ezelőtt volt. Szűnnek meg a gyárak, szűnnek meg az üzemek, ott is épülnek sorba a multinacionálisok, ugyanabban a cipőben lesznek, ugyanúgy fognak majd sírni, és tehát azért kell lenne nekünk, mint ahogy a mocsokban is élen járunk, tehát majd amikor ebbe a fölemelkedésbe is, kell majd nekik segítenünk, hogyha sikerül fölemelkedünk, már pedig én úgy gondolom, hogy sikerül fölemelkedünk, mert egyre több embernek nyílik fel a szeme. Sikerül fölemelkednünk, akkor igazándiból az együttélés az csak egy békés együttélés lehet. De ezer évig ez működött. Hát működött, az következő ezer évig. Hogyha nem lesznek ezek a kívülről behozott művi ellentét csinálok, akkor az ugyanúgy működik jövőre, bőven is. Én meggyőződésem. Nekem is teljesen meggyőződésem. Maximálisan meggyőződésem. Érdekes az a dolog, hogy bennem sose élt gyűlölet ezekkel a népek ellen. Sose. Annak, hogy kaptam tőlük hideget, meleget évtizedeken keresztül, vagy évtizedek túlzás, mert ugye 18 éves koromban elhattam felvidéket. Meg lehetne bennem sok minden az ok, de nem érzek irányba abszolút semmi gyűlöletet. Nem. Persze világos azért sok az ember. Mindenben megértő vagyok velük szemben. Igen. Én inkább azt mondanám, hogy vannak olyan szomszédos országok, akiknek a jelenléte, illetve a barátság az mindenféleképpen számomra fontos, és ezért örülök nagyon annak, hogy a múltkor a hajón találkoztunk ezzel a két horvát főnemessel. Igen. Tehát ezzel több mint 1000 éves történelmünk van a horvátokkal. Sőt, genetikai rokonság. Genetikai rokonság, igen. Valahonnan, valamikor egy helyről indultunk el. Ha igaz ez az információ, hogy ők a pártusok és az avaroknak a keveréke, amik később aztán a szlávok beszűrték, és ezügyös nyelvesztésen mentek át. De hát éppen a avar és a pártus gyökereik azok, amik hozzáteszik a hozzánk való rokonságokat. Szóval ez okozza a rokonságot. Nyilván a szláv elem nem. Igen. A pártus meg az avar az egyértelmű. Igen. És
Őt mesélték nekem, hogy most nem régen volt egy valami horvát, aki publikációkat adott ki a horvát népnek a genetikai összetételéből, és mondták, hogy bennük alig van 30% szláv elem, több, mint a miénk. És most kezdenek rádöbbenni benne a horvátok. Igen. Meg nem a gyarokkal vagyunk a legközelebb rokonság. Igen. Igen, és a másik az, hogy hiába próbálták a szocializmus idején elhitetni a horvátokkal, hogy mi az 1000 év alatt elnyomtuk őket, most döbbennek rá, hogy ez nem így történt. Tehát ez nem igaz. Mi a horvátokkal békében mindig megkapták azokat a jogokat, ki is harcolták, de meg is kapták azokat a jogokat, és vált-vetve harcoltunk, ha ellenség jött. Tehát a horvátokkal mindig, tehát soha semmilyen probléma nem volt. És ezt nagyon jól látni, hogy ennek a két témnek a közeledését. Hát én most már többször voltam Horvátországban, és azt a szeretetet, amit mi ott kapunk, akárhányszor náluk vagyunk, ez hihetetlen. Szóval el se tud képzelni. Bemész egy egyszerű falusi étterembe, és akkor ott van a falon Kitéven Mátyás, alatt a magyar címer, és a címer alatt két kard, és a kard másik oldalán a horvát címer. De magyarul se tudnak, de igen. Olyan becsbe tartják ezt a történelmi múltat. Igen. Abban a kastélyban, ahol volt a konferencia, hát ott abban a kastélyban csak az Árpád korabeli történelmi jelenetek voltak lefestve. Ilyen nagyságú képek, mint talán kétszer ez a zászló. Uh-huh. És olyan csodálatos, olyan gyönyörű festmények, hogy hihetetlen. Az a pompa, ami abban a korabban volt, uralkodott Magyarországon, hát gondolja el valaki, hogy nézze meg a mai világot, hogy él egy ember, és nézze meg azt a világot, hogy élt akkor a magyarság 1000 évvel ezelőtt. Ég és föld. Igen. És azokon a képeken meg van elevenítve. Magyarországon nem találsz olyan gyönyörű képet arról az időről, amit ott Horvátországból. Megőrizték és becsbe tartják. Megőrizték. Igen. Hát ugye, hogyha elmegyünk keletfele és Székelyföldre, Erdélybe, illetve Székelyföldre tesszük be a lábunkat, tehát az a hihetetlen hazaszeretet, nemzeti öntudat, ami ott él, ahogy ápolják a néptáncokat, ahogy ápolják a kultúrát, a magyar kultúrát, az valami hihetetlen, kellene tőlünk tanulni, de ugye ott is kezd beszivárogni a neoliberális eszme. Persze. Tehát ők is át fognak esni ugyanazokon a dolgokkal, ott is már a cigányság már szembejeszkedik. Persze ugyanúgy neoliberális unszolásra meg biztatják, meg bátorítják, erősítik őket. Ott is most már majdnem, hogy szégyen a magyarkodás, kezd ez az eszme elharapozni, amit természetesen nem magyar érdekű és nem magyar szívű emberek. Én egyszer beszéltem, gettem egy, milyen nemzetiség volt az ember, azt hiszem, egy angol ember volt. És ő mesélt nekem arról, hogy ide figyelj, hát nézd meg a mi történelmünkben, amit az angol történelmet, hát mi nagyon jól tudjuk, hogy kell egy országot leigázni. Többfajta megoldás van, a katonai megoldás az drága, emberáldozatokkal jár. Az anyagi megoldás az időnként előnyös, időnként nem. Legegyszerűbb a katonai megszállás akkor, hogyha országban levő nemzetiségeket egymásra hergeled, igen. Azok egymást kinyírják, az ország legyengíti magát, és akkor mi bevonulunk, mint az a hatalom, aki rendet csinál a káoszba. Igen. És akkor mindegyik szelet közül minket úgy fog fogadni, mint a nagy megmentőt, pedig hát a országnak a teljes mértékű bekebelezése zajlik. És mennyire igaza van? Igen, de erről beszéltem az előbb. Tehát ugyanezt csinálták a Kárpát-medencébe, amikor a nemzetségeket, illetve a környező országokat ellenőrzik. Ugyanez folyik. Aztán majd bejönnek úgy, mint ahogy te mondtad, hogy ők a nagy megmentők. Igen. Gondolj kérlek szépen Irakra. Igen. Ahogy a demokráciának a bevezetésével most már közel 800 000 ember megöltek. Igen. Köszönöm szépen az ilyen demokráciát. Arról nem is beszélve, hogy van egy jó barátom, akinek az édesapja iraki, az édesanyja székely, és egész egyszerűen az történt, hogy Irak és Irán ugye nagyon jó szomszédi viszonyban voltak, ez nem tetszett a nyugatnak, ezért Iraknak az élére egy olyan embert állított, aki egy diktátor, a Saddam Hussein, és Iránt és Irakot össze egymást ellenoszította. Ugye amikor ezek jól kiáborúzták egymást,
akkor bevonult a kirakba, és aki idáig az emberük volt, szépen lefricskázták, kivégezték, maradt Irán. Tehát azért mondom, hogy és szépen sorba akarják venni. Most Irán szeretnék ugye bekebelezni, illetve meghódítani, megtörni, aztán utána jönne majd Oroszország, vagy én nem is tudom. Oroszország, aztán a Kína a következő, megpróbálom letörni. Csak hát Kínának a fejlődése olyan rohamosan halad előre, hogy ameddig oda a sor kerül, addig már valószínűleg erősebb lesz, mint a ellenetörő. Igen. Tehát ezért sürgeti őket az idő. Ezért sürgeti nagyon-nagyon őket az idő. Tehát Kínának van egy óriási hátránya, vagy veszélye, a saját szemszögéről nézve, hogy az egész kínai ipar és az egész a nemzetnek, a kínai nemzetségnek egy nagyon nagy jelentős része az a tenger mellett vonul föl. Most gondolod a harap rendszerre, és gondolod ezek a cunamikra, amik esetleg tíz, meg a földrengésekre milyen tízes körüli értékek körül zajlanak, ez már nem normális, szóval egy tízes földrengés magától azért ritkán jön létre. De egy harap rendszerrel létrejöhet. Igen. Most gondolod meg az, ami most érte Japánt. Igen. Atomerőművek egyik másik ment tönkre. Egy ugyanilyen hullámot ráengedni a kínai partokra, gyakorlatilag az egyik pillanatra a másik alatt az egész kínai gazdaság fölborul. Egyébként a nyugati gazdaságot a saját kapzsiságuk ölte meg. Úgy gondolták, hogy olcsóban megúszuk, ha alkatrésznek Kínában gyártatjuk le. Ezért nem védték a saját ipart, Kínában legyártatták az olcsón, nagyon-nagyon olcsón legyártatták az alkatrészeket, Amerikába összeszerelték és irány. Tehát amerikai. De ezzel úgy megerősödött a kínai ipar, hogy gyakorlatilag most már zsebre teszi a nyugati birodalmakat. Mondhatni azt, hogy lassan zsebre teszi. Én az újgurokkal beszéltem, és ő azt mondta, hogy kínaiaktól tudják azt az információt, hogy a kínaiak ugye most mindenféle ilyen ajánlatokat tesznek különböző olyan európai országok felé, akik gazdaságilag meg vannak roppanva, majdnem mindegyik európai ország ebben a helyzetben van, felajánlanak különböző gazdasági, financiális tőkét, és hogy a cél az, hogy Magyarországon kialakítani egy ilyen kínai elősziketet, 3 millió kínai üzletembert akarnak ide behozni Magyarországra. Hát most gondold meg, 3 millió kínai üzletember. Nézd meg, mit csinálnak az újgur testvéreink. Igen. 98 millió embert lőttek fejbe. Igen. Tehát én ezt azért nem tartom jó ötletnek, mert... Megszűnik Magyarország, abban a pillanatban. Abban a pillanatban megszűnik Akkor Magyarország. Akkor majd kínai gyarmat vagyunk itt helyben, még hogyha csak... Már most is mondhatni azt. Most is gyarmat vagyunk, de most még nem kínai. De hát igen, most... igen, de ami azt jelenti, hogy 3 millió kínainak ide az ide telepítése, a Magyarországnak, tehát a nemzetségnek a megmaradt magyar nemzetségnek a pusztulását jelenteni. Ugye, mint ahogy te is mondtad, az elmúlt 40 vagy 50 vagy 60 évben nem tudom hány millió újgur testvérünket végeztek ki. Meg az emberkereskedelemről nem is beszélve, az, hogy elrabolják az újgur nőket, és prostituáltak vesznek aztán. Igen. Igen. Hát ez a mentalitás miért változna meg, hogyha ide jönnek hozzánk? Hát az ugyanaz, ők nagyon jól tudják, hogy mi ugyanazok vagyunk, mint az újgurok. Hát így van. De nekik tökéletesen mindegy, ők is világuralomra törekednek. Igen. Aztán a célszentesítés. Lacikám, itt vetődik föl bennem egy kérdés, azért már régen gondolkozok, hogy az emberi faj ez nem jó kitalált dolog. Mert nézd meg, akármelyik nagyhatalom, világ nagyhatalmat nézd, mindig ezt csinálta. Romanyak. Emberek millióit rabszolgák, etették egymásnak az embereket, állatokkal zabáltatták őket föl. Spanyolok, nézd meg, mit csináltak Amerikában, állítok 500 millió indiát öltek ki összesen. Angolok mit csináltak? Nézd meg, a kis belgák, Kongóban mit csináltak? Embereknek vágták le a kezeiket, ha nem voltak hajlandóak rendesen dolgozni. Én azt mondom, hogy a Földön most egy sötét eszme uralkodik. A sötét eszme uralkodik. Én Attilát és Mátyást én fénylovagoknak hívtam. Ők tudták... Azok is voltak. Ők, köszönöm. Én saját magamtól hívom őket fénylovagoknak. Úgy gondolom, hogy ők azok voltak. Tudták, ki az igazi ellenség, és tudták, ki ellen kell fordítani hadakat. Ugye Mátyás sem a törökkel kezdett el csatározni, hanem igazán, ő tudta nagyon jól, hogy a sötétség... a nyugati hatalmak közé, tehát Európa mögé bújt el. Tehát most is a sötétség, tehát a sötét fejedelmek
ha mondhatom ezt így, te érted, miről beszélek, meg szerintem nagyon sokan értik, nagyon sokan azt sem tudják, hogy miről beszélek, tehát a sötét fejedelmek a nyugati hatalmak mögé bújtak el. Attila nagyon jól tudta, és Mátyás is nagyon jól tudta. Tehát én úgy hívom őket, hogy leírtam is róluk, hogy az utolsó fénylova. Meghallgatjuk. Úgyhogy ők tudták nagyon jól, és én azt hiszem, hogy ezt a kor föl fogja váltani majd egy másik, ne kérdezz, hogy honnan veszem, fogalmam sincs. Érzed. De úgy érzem, és ennek nem sokára itt van az ideje. De ezt nem csak te érzed. Én úgy érzem. Nagyon sokan vagyunk így. Igen? Persze, hát ez az a hit, ami egyszerűen reményt ad, hogy van értelme a munkáknak. Igen, ez hajt. Ez hajt, így van. És úgy gondolom, hogy embereknek jönnek le dolgok, amik feltalálóknak, illetve olyan embereknek, akik szeretnének tenni valamit, azok majd megkapják a segítséget. Ezt se kérdezz, hogy honnan veszem. Úgy gondolom, hogy igen. Tehát valami mindig hajt minket, valami mindig tovább tud vinni minket, és valahonnan mindig megkapjuk az utolsó lökést, amikor már úgy éreztük, hogy és egyre többen leszünk. Ezeket minden is érzem és tapasztalom szintén, hát aztán meglátjuk. És mert ez a folyamat akkor is mindenhol zajlik, nem csak Magyarországon. Magyarországon talán intenzívebben. Magyarországon nagyon intenzív például az ezoterikus, meg a spirituális vonulat, de azért ez elindult máshol is, és nem csak Európában, Amerikában is. Úgyhogy valami készülődőben van, az biztos. Én is azt mondom, hogy valami készülődőben, valami nagyot fog fordulni. És hogy azt... És ennek az egyik pillére azok, én szerintem mi leszünk. Mert mi nagyon, ugye kaptuk a trianoni sokkot. Aztán trianoni sok után, ugye a második világháború, aztán jött a kommunizmus. Ugye hát én mert hogy 67-es születésű vagyok én a kommunizmusból, én nem a rosszat. Tehát én a 70-es, 80-as években én mondhatnám azt is, hogy... Csak az már nem volt olyan szörnyű. Az nem volt olyan szörnyű. Mondhatnám, sokkal jó volt, mint ez. Nem azt mondom, hogy jó volt, de sokkal jó volt, mint ez. Tehát ez amikor az embernek se lép bizonytalansága, semmi, de az sem volt jó. Nem táplálták a nemzeti tudatot ott, és ugye én az 50-es meg a 60-as években nem éltem, tehát én azt nem tudom, hogy milyen diktatúrával ölték meg kínoszták az embereket. Nem, mai időket hasonlítják az 50-es éveket nagyon sok ember. Amik mozzalnak, az sokan hasonlít, érzik a paralleleket. Igen. Hát ami most az, ami velem itt történt a utolsó pár napokban, hát az mihez az csak az 50-es évekre lehet hasonlítani? Hát az. Simán bejönnek hozzád, megfenyegetnek, megvernek, elviszik a dolgaidat, olyan dolgokat próbálnak meg majd zsarolni, amivel úgy gondolják, hogy zsarolható vagy, próbálnak majd átállítani az ő, hogy legyél besugó. Hát az biztos, hogy sose sikerül. Na mindegy, szóval ezt ezek a technikai eszközök, a megfélemlítés, a megfélemlítés. Aminek gyakorlatilag mindenki részese lesz, aki ezen az úton elindul, mint amilyen úton elindultunk mi. De én azt mondom, hogy engem persze világos, mert én is tartok tőle, de nem érdekel, tehát nem érdekel. Hogyha engem ezért bántanak, akkor bántsanak ezért. Nem érdekel. Nacikám, te hoztál egy vastag dossziét magaddal. Igen. Kapjuk elő a tartalmát. Hát... Neked ugye megszületett a múzsád. Igen. Valaki, mint hogyha... Ez mind vers? Igen, mind. Csak a kedvencemmel szeretnék. Csak a kedvencekből. Nagyon sok írásom van. Egy, ami nagyon-nagyon aktuális, a háttérhatalomról szeretnék. Amit remélem, hogy meg is találok majd. Testvéres kérdés a kedvencem. Sok mindenben rokon lelkek vagyunk, rám is rámít a múzsa, én is kilőttem magamból vagy 20-25 verset. Igen? Hát abból a 90% ilyen nemzeti vonulatú. Aha. Aztán megpróbáltam egy szerelmes verset is írni. Hát, sehol nem volt egy nő a háttérben éppen akkor, de azért megpróbáltam, és akkor amikor ezt megírtam, akkor a feleségem féltékenységre hamarkam, hogy ezt ilyen verset nem lehet úgy írni, hogy az ember nem szerelmes. De látod, hogy sem jó. Háttérhatalom. A nemzetközi nagytőkés világhatalom
alattomos hálót sző, mint pókafalon. És a birodalom Kelet-Európában mézzel, ragyogással, fénnyel, s épp úgy kell, megosztással érte el, hogy szőtesében, legyengült államok bódulnak éhínségen. E háló szövevényébe ragadt most hazánk, s körmonfont betolakodó, ki oly falánk, törvényt hozad, hogy föld bárhol vehető, s bárkinek, de a jótét korán sem hihető, mert mire a törvény már hatába lép, a válságtól egy gazda sem lesz már épp. Nem lesz magyar földön magyar gazda, kit nem ültettek volna le a cserepadra. Nekem nem mondják, hogy nem kitervelt, a hazánkban dúló válság óta 2 év kelt, és ki a honban a zsíros földet művelte, az magánszolgaságban föld nélkül lerte. Még nem késő. Magyar földre nem kerülhet, nem mehet falán kapzsinak, ki büntet. Nem mehet háttérhatalomnak, ki tiltja, nem engedi a magyar szót, s nem bírja, hogy magyar él még-e honban, mert fél, hogy a híres szabadságvágy életre kér. Félek, hogy nem jut föld az a paraszt, s jövőre sem egy holdat, sem egy araszt, porszemnyit sem tud venni, ki műveli, de az, ki a válságot, mint kígyót bűvöli, az majd a termőföldeket, mint fölveszi, gazdát szolgálvá, s hasznot lopja messzi. Ki az, ki betolakodó háttérhatalomnak szolgálja lett, s árulója lett a honnak. Cserébe felszámolt iporból szakíthatott, s kapott állást is még tán ötöthatott, de az árulókat utoléri majd a jutalom, ha már nem kell, kiköpi a háttérhatalom. S én, kinek őseim harcoltak-e földért, terményért, s kiket halál csatában ért, hát nekik fáj. Harcoltak vadtörökkel, statárhordákkal, mert haza az kell. Kőseim földjét árulja, s megdemokrál, ám az ő dédapja nem esett el is vonzónál. Hogy értsd. Nekünk-e földön élnünk kell? Kőseim földjét árulja, őt nem érdekel. Nem figyel, hogy nagyapám megfagyott, halt fogságban, 3 árvát itt hagyott. Nem érdekli, mert háttérhatalom megvette, vagy gyökerét a drága homba nem lelte. Vagy legyünk olyanok, mint a lantas féreg. Ha nem jut nyers fa, jó a korhat kéreg. Vagy legyünk olyanok, mint a rothadt alma, s gyáva, ki szolga lesz, mert nem halma. De szolga lesz majd fias, annak unokája, s cseppes sem lesz büszke nagyapjára. Kinek rokona, Tokajban szőlőt nem kapált, felmenő ős, de homban egyet sem talált. Annak nem drága magyar vélre lázott, drága föld, mint gazdája felé kormányzott. Annak árszetli lóg az országház kapuján, s ha jól alkodott, van arcán vigyór kaján. Neki nem drága kincses város Kolozsvár, nekem drága. S Mátyás szobra engem vár. Annak tényleg nincs határ, kiben öntudat, a nemzeti érzelem nem töri a dicső utat. De jön majd egy újabb büszke nemzedék, kik az árulók nevét soha ellen feledék. Hát ebben szerintem benne van minden, ami... Hát minden, hát sok mindent. Kíváncsi vagyok, hogyha egy olyan ember, akiben semmi lelki vonzalom nincs a haza iránt, meghallgat egy ilyen verset, hogy vajon elindul-e benne valami? Képes-e arra, hogy fölfogja, amit te írsz? Hogy... Én azt gondolom, hogy aki határeseten van, sok rosszat megért. És lehet, hogy ez lesz neki az utolsó lökés, amikor átesik arra a pontra, amikor úgy érzi, hogy megfogott vagy lehet, hogy nem én fogom meg, hanem éppen egy mit tudom én, te fogod meg, vagy egy másik hazafi vagy egy ilyen mozgalom, és minél többen vagyunk, annál inkább nagyobb esélye van arra, hogy egyre több embert tudjunk kimozdítani ebből a csipke rózsika álomból, amiben benne szenvedünk. Biztos így van. Lacikám, mondjad meg, hogy van-e még valami a lelkedben, ami most mit ebben a beszélgetésben kikívánkozik? A testvéreskét szeretném elmondani. A testvére. Nagyon sok van, de ennyit nem tudok elmondani. Ez ujgur testvére, a magyarokról és az ujgurokról. Ha, még a régi őshazából. Nekem a legkedvesebb rokonaim az ujgurok. És, de ne is odálkozz rá, tehát ez én amikor látom, amikor ott, hogy mondjam, amikor beszélgettek és tartom velük a kapcsolatot, csak egyetlen egy kérésem van. Egyszer, amikor itt van valami ujgur testvér. Csak egy testvér ölelése az egyiket. Nagyon szívesen, szorok neked. Csak azért nem szóltam ideig, nem ismertelek. Ezzel nem fog mullani semmi. Testvéreskü. Valahol a mesés, varázslatos keleten, ahol az ázsiai hideg jár a teleken, majd forró nyár ül a sivatagon, bizony ott született a fogadalom. Testvér, útra kész messzi földre,
Az úton le majd úslegelőkre. A legjobb harcosok is érjenek el, téged oda, hol a nap nyugovóra lel. Rokonok vigyázzák a tájat ott, apáink vére mind, de már sok halott. Gyarapszik ott egy nagy sötét felhő, s halál dörög majd, ha felnő. A sötétség és az ármány elképesztő, ott a fény, s a pompa megtévesztő. Ha segítség kell, hát küld ki üzen, s megy majd hadunk tűzönvizen. Testvér, én most oda útra kelek, útban magas hegyek, hideg telek, száraz sivatagon hosszú lesz az út, de diadallal veszük ott a háborút. Tartsátok fényesen a birodalmat, s idegenre ne bízzál hatalmat. Ha bármi veszély téged fenyeget, szól hozzám, a csillag küldte üzenet. Roppant hadaimmal útra kelek én, a hívószavad érkezik felém. Addig is a fényistene legyen veled, engem vár a nyugat, tiéd itt a kelet. Ha felnézek az égre, síró csillagok. Oly nagy a bánatom, majd meghalok. Érzem, hogy nagy a baj Ujguriába, ám mennék haddal, de mint hiába. Mennék, de csonka lett a testem, és kiutat eddig én hiába kerestem. Tudom már, hogy mit hibáztam, hatalmamat idegenre ráruháztam. A hunok istenéhez fohászkodván, segítsen most népeinek birodalmán, mert csak erősödik az a fejedelem, csak a hun szövetség bír esetét ellen. Még annyit még, hogy esetleg akinek tetszett a vers, ha nem próbálok, a www.magyarihunor.com weboldalon megtalálj, y-nal és egyre www.magyarihunor.com. Köszönöm, hogy itt lehetsz. Hát én is köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, Cika. Na, most mit csinálunk? Kapiszuk és megvágjuk és nyomjuk az jó tízére a szemőrbe. Jó. Még egy felvételem lesz a valamikor, de nem.